A salonokkal kapcsolatban megbeszéltük azt, hogy mi az. Csak a mentési helyük volt egy kicsikét bubancos. Ha elindítjuk a mentést, a párbeszéd ablakban bal oldalt, a fontosabb között, nem tudom miért nem vettem észre a múltkor. Ott van egy, ezt elfelejtem fordítani magyarra, template nevű mappa, magyarul sablonok nevű mappa. Ide kell nekünk elgyalogolni. És akkor amit ide elmentünk sablonként, azok majd ott lesznek a sablonok között. Oké? Okay. Tehát a templates nevű mappát kell kiválasztani, és akkor ott, ha amit oda mentünk, az bekerül a sablon közé. És ami még szerintem elkezdtem a részemről ennek az elmondását, az volt, hogy a normális sablont is meg lehet változtatni, azt pedig úgy tudod megváltoztatni, hogy megnyitod a normál sablont, tehát ennél szó templates nevű könyvtárba, és itt azt választod ki, hogy az összes Word sablon, és akkor ott lesznek a sablonok, például az olyan lap nekem, amit múltkor csináltunk, mert valószínűleg nektek is ott van, és van itt egy normál nevű, amin van egy feltartójel, ugye ez arra utal, hogy ezt ne nagyon abajgass, de ha ezt te megnyitnád, és ebbe valamit beleírsz, és elmented, csak figyelj, ide írtam valamit, elmentem, kész, kiléptem Word-ből, elindítom újra a Word-t. És akkor úgy jön be, hogy ott van az, amit odaírtam. Tehát, hogyha te ebben a normál nevű sablonba bármit beleírsz, az minden dokumentumból lesz. Így tudsz céges fejléces papírt gyártani, és akkor majd annyit kell csinálnod, hogy létrehozol egy olyan sablont, amin van egy semmi, hogy legyen egy üres lapod is, ugye, mert néha azért üres lappal szeretne az ember kezdeni egy munkát, ilyen céges fejléces papja. Jó, tehát még egyszer összefoglalom. Hogyha a céges levelezésedet szép elegánsan szeretnéd intézni, akkor kiötülsz magadnak egy céges fejléces papírt, ilyesmit csináltunk múltkor víziállal, meg fejléccel, logóval, vonal, leválasz a fejléc a szövegtörzstől, vonal alatt ott legyenek az enterek, hogy legyen hol. De ezt hova írod, megnyitod a normál sablon. Tehát nem úgy, hogy elindítod a Word-öt, és abba csinálod, hanem elindítod a Word-öt, kiválasztod a megnyitást, Ctrl-ba, utána itt kiválasztod azt, hogy összes Word sablon, és elpoltjuksz a templates nevű mappába. És a normál nevű sablont nyitod meg. És akkor amit ebbe csinálsz, azt lemented, csak egy Ctrl-S-t nyomsz, és legközelebb, amikor elindítod a Word-öt, mert céges fejléces legjobb papírral fog bejelentkezni. Biztos észrevettétek, hogy nem vettél, nem tudom, de egészen mostanáig, mert most töröltem a sablont, sem volt rá időm, hogy foglalkozzak vele, nem még úgy indult a Word, hogy ilyen a nem is tudom milyen kertés fejléces volt. Az alfa, vagy nem tudom, valami céges fejléces papír volt. De még annyit majd csináljál, mentesz egy tök üres lapot is.
Ezt, hogy egyszerű legyen, ezt csináld először, a üres lapot, sablonként. Utána alakítod át a normál sablont. Mert utána egy üres lap nem lesz, csak úgy tudsz csinálni. Érted? Uh-huh. Tehát arra kezded, először csinálsz egy üres lapot, mert csinálod meg a céges fejtes papírt. Jó? És akkor, hogyha ezt az így eljátszotta, akkor a céges levelezését céges fejléces papíron tudja úgy intézni, hogy nem kap nyomdában rendelnie céges fejléces papírt. Szokott még egy olyan fejértés lenni, hogy a helybe rakják be a céges fejlécet. Az azért hülyeség, mert akkor a két oldalas levél második, harmadik, illetve a több oldalas levél második, harmadik, negyedik oldalán is ott lesz. Ugye mert az élő fej, illetve múltkor beszéltünk erről a témáról, minden lapon van. Ugye? Tehát ne olyan rakjátok, hanem egyszerűen a szövegtörzsbe, a tetejére, ahogy most írtam. Jó, ez most a normál sablon, ebből most én kitörlöm azt, hogy ide írtam, hogyha ezt most elmentem, és most megint újraindítom a Word-öt, akkor most már újra üres lappal fog írni. Ugye mert a normál sablonba javított bele. Oké. Tehát nem egy nagy vasszizdasz, csak hát ennek a kell valahogy azért valamilyen szinten tisztában lenni. Jó, én hiszem ennyi volt az, ami a múltkori előadásból úgy kicsit zötyögősen sikerült. Ezt ígértem, hogy majd mára megnézem, azt elmondom. Ugye mert az ember ezt a részét hányszor használja, egyszer, amíg átéri, aztán kész, többet hozzá nem kell nyúlnia. Tehát ez nem olyan, hogy nap, mint nap használod. Az ember csinált, aztán, hát ha nem használod, akkor el. De tudjunk róla. Jó? Ha nincs más kérdés esetleg, akkor én rá szeretnék térni a tanfolyam második nagy témakörére. Az Excel táblázat kezelésre. Itt a halad tanfolyamon elsősorban a nagy mennyiségű adat feldolgozásával fogunk foglalkozni. Hát, hogy van rengeteg adatunk, és abból valamit össze kellene szedni, valamilyen kimutatást kellene készítenünk. Szűrnünk kellene, rendezni kéne, keresünk benne valamit. Ezeket a témákat fogjuk áttekinteni. Illetőleg hát van néhány olyan függvény, amelyek alkalmazás egy kicsikét bonyolultabb. Ezeket is majd fogjuk nézni. Most reklámként annyit mondjak el. Több egyszer említem meg ezt a dolgot, ami pc.blogspot.hu néven érhető el, vagy webcímen érhető. És akkor itt van egy jó pár link is az oldal. Csak kell kicsit, mert nem fér el a betítőm. Ugye ez 800 szorozatos felbontásban betítő, nem 1024-768-ban betítő, vagy meg 1200-as. Arméletezve is nem fél az egész. Valóban van egy olyan link, hogy YouTube. Most ez nem úgy vissza YouTube-ra, hogy a YouTube-ra elmész, és akkor ott vagy, hanem a YouTube-on a saját felvonó fiókomban visz a PC-s fiókjába. És hát ez azért érdekes, mert itt találjátok meg azokat a videókat, amiket itt az előadók során én fölvettem, meg amit most veszek, és már fölrak YouTube-ra. Korábban a Ustream-nál rögzítettem, és ott csak azt kellett mondani, hogy átkom YouTube, és akkor magával elintézte. De ez a Ustream dolog, ez részemről nem vált be. Volt egy előnye, hogy nem kellett azzal szólni, hogy a videó felvételt, amit itt csináltam, még föl kell töltenem.
mert az online, a interneten keresztül kötötte fel a Just tárhelyére, mely Ustream egyébként egy magyar vállalkozás, ha nem is olyan, mint a Prezi, de majdnem. Prezi hallottatok bizonyára. Hát a Prezi vezért most már több lehetett látni, hogy Barack Obama-val parolázik és fogadja. A Ustream meg annyi közben a Barack Obama-hoz, hogy a ő szolgáltatásokat használva kampányolnak. Arra lehet ezt a Ustream-et használni, hogyha van internet kapcsolat és egy webkamera, akkor online közvetíthetsz azon keresztül bárkinek, és akinek megmondod, hogy milyen webcímen nézhet meg, azt az adást, azt bárki nézheti. Most ezt mi csináltuk a PC suliba, vagy én így csináltam a PC suliba, az itteni adásokat online lehetett nézni valahol, de hát mivel ilyen nézőszám 0,1% volt átlagítan, tehát nullához tendált, és ennek a havi költség, hogy reklám ment, ugye 25 ezer forint, annál több volt, 99 dollár, tehát annak azért jelentős költségvonzata volt, és beszüntettem, mert sajnos nem annyira operáló vállalkozásról van szó, hogy ez ennyire mindegy legyen, hogy most az ablakon kidobom azt a összeget, vagy sem, mert gyakorlatilag nagy jelentősége nem. Van neki ingyenes verzió is, tehát hogy ez egy semmi, csak akkor reklámok vannak benne. Aztán ilyen 10 percén 30 másodperc reklám, és az úgy elég kellemetlen. És most pedig rakom fel az adásokat, felvételeket, hogy felveszem egy másfelbont videókamerával, azt föltöm a YouTube-ra, a saját gomba, és ez az a fiók, amit Intel lehet ilyen. Itt sok videófelvétel van, legfeljebb 100 darab, ha van. Hát, véletlenül egy-két elemtés dolog is itt van, de nem az a zsínyeg. A legnagyobb része az a PC-sul is felvétel. Én most átmegyek a videó közökbe, mert használóként vagyok bejelentkezve. Tehát irgalmatlan mennyiségű videó felvétel van. És hát amivel kapcsolatban itt a ti figyelmeteket felhívnám, az a Peak Professional, tehát itt van a Peak Professional 1-2, ez a modul második adása. Valahol fönt van szerintem a harmadik is, múlt heti. Van, nem, az még lehet, hogy előbb-utóbb mindig mindent felteszek, és a mai is fog kerülni. Ha valaki úgy el akar még egyszer nézni, akkor a Peak Professionalt kell keresni, és akkor abban hát valahogy jobb gondolom a számozásban mindig felszól a táblára, hogy melyik modul hangjuk előadásáról van. Illetve amire fölhívnám a figyelmeteket, van egy Excel gyors talpaló. Ebből 4 adás van, a negyedik még nincs fönt, ez a 4 gyakorlatilag leszedi a teljes Excel-t, és ez olyan szempontból talán szerencsésebb, hogy ez a felvétel nem úgy készül, hogy egy tanfolyam tartottam és magyaráztam, hanem egy magyaráztam, és amikor az ember egy embernek magyaráz, akkor teljesen más. Sokkal tempó, ráadásul egy ilyen 20-as évei el, ha van annyi lévő hallgató volt, akik még hát még egészen más, pihentek, még munka után jönnek, meg mint én, tehát szinte, mint hogyha a nézőnek tanulna, csak az előtt úgy lehet élni. És hát ez az Excel-nek úgy az elejéről, de jó tempóban eljut egész így, ameddig el fogunk jutni a végén. De hát
mert ez nem olyan borzasan hosszú, ez legfeljebb 5-6 óra. De ennyi idő alatt az egész Excel. Illetve hát az Excelnek az a rész, amit mondjuk azért munkahelyen használsz, vagy használni szélhetően. Jó, na ennyit így előjelen szerettem volna megmutatni. Jó, hát használjátok ezeket. Mi nekem ebből a hasznom? Semmi. Hát egyszer majd cikk, hogy ez egy normális tanfolyam, és esetleg többen jönnek. Kétségeim vannak-e felül? Egy-kettő, hát ha esetleg rágannak, hogy hát biztos nézel olyan YouTube videót, ahol az elején van, persze múlva átugorhatja a reklámot. Na most az, aki ezt érzi, az azért kap pénzt, hogy ez a reklám ott az elején megjelenik. Az alján olyan pici kis reklámok, amit be lehet csukni, azért is kapsz, és én is engedélyeztem ezt, tehát lehet, hogy elején kénytelen vagy átugrani, illetve kénytelen vagy megnézni 5 másodperc reklámot, meg azt a kis ablakot be kell csukni, de ahhoz, hogy ebből valami legyen, ahhoz azért sok néző kell. Na most hát nem, a tanulás az nem annyira az a műfaj, amit annyira szoktak egy-egy hülyeséget, azt fölül valami némszerű dolog a internetre, lehet, hogy egy nap alatt megnézik 10 000-en, hát az én összes felvételmet x év alatt nem nézték meg 10 000-en szerintem. Na mindegy, egyszer majd nem. Akkor vágjunk be a dolgokba. Most ahhoz, hogy igazán dolgozni tud. Kellene egy nagyobb adatomány. Kellene egy nagyobb adatomány, és ezt a nagyobb adatállományt az internetről tudjuk leszedni. Remélem már mi regisztráltok PC Sulinak a oldalára, mert onnét lehet leszedni. Aki még nem, az most majd megteszi. pcsuli.hu webcímen lévő weboldalra. Ja! Nem, oda. Tehát akinek van internet, az a szár, meg esetleg néhánya, még nem jövök rá, hogy mi a francba. Nem, de hogy is. Telegon adó, aztán akkor bemásolják. Csak valakinek pendrive-ja? Valakinél pendrive? Nincs. Akinek van internet, jelentkezem be, de lehet, hogy érjük, ha körbeküldöm a pendrive-ot mindenhol. Jó, mondom azért, bejelentkezel, jó, a letöltéseket választod, utána a tanfolyam jegyzeteket, és itt lesz majd ilyen a haladó tanfolyamnál. Egyszer haladó tanfolyamvizsga forrás. Ezt kéne tenni. Tehát jobb klik, célmentésenként. És menj se le, mondjuk azt arra. Jó? És akkor ez így szépen lemehető. És én adom körbe, jó? Köszönöm.
Na most akinek van esetleg az asztalon egy autók nevű valamije, annak feltétlenül kell. Letöltöd, akkor valami ilyesmit fogsz kapni. Ezt a nyomógombot, hogy szerkesztés engedélyezése, ezt nyomjad meg, mert addig, amíg ezt nem nyomod meg, addig nem tudsz dolgozni benne. Autó kixelesítsz. Azt másod ki az asztal. Húzd ki az asztal. Na, közben adjátok meg tovább, jó, aztán. Egy-két alapfogalmat a nagymérő adattáblákkal kapcsolatban hadd mondjak el. Szokás edzőkről beszélni, rekordokról és edző névről. Ez lehet, hogy már szóba került, amikor a körlevél témát tárgyaltuk. Ezek a fogalmak, amiket illik ismerünk. Hát, hogyha ő mezőről beszél, akkor oszlopra gondol,
hogy a rekordról beszél, akkor sorra volt. Nem tudom, hogy itt megvan. Jó, és maga az állomány, az nagy méretű. És egyébként úgy készült, hogy van egy fény, az a neve, hogy majd beszélünk róla, és azzal véletlenszerűen tudsz számot generálni, és volt egy résztáblázat, amiben a kocsik márkái föl voltak írva, mint 15 vagy 20 márka, illetve hát ahhoz tartozó tipuk, mindegyikhez jó. De az eladási árat véletlenszerűen generáltam már hozzá, ezzel a véletlen számlapot szintén véletlenszerűen generáltam hozzá. Generáltam egy számot, és azt a számot megkerestem egy adott lába, ahol ott volt a szám, meg mellett az melyik régió, és akkor úgy FK-ssel hozzám létre ezt. Tehát nem egy létező adatállomány, hanem ezt magam generáltam, de majd megnézzük. Esetleg hogy tudunk ilyesmit generálni, mert hát, hogyha valaki nagy komolyan fog ilyesmit foglalkozni, akkor esetleg tesztelni akar valamit is, hogy tud ilyen véletlenszerű adatokat generálni. Jó? Arról beszélgettünk, sikerült közben bemásolni? Az első dolog, amiről beszélgetünk, az az adatoknak a rendezése. Egy kulcsos. Kulcsosan tudod az adatokat rendezni, hogy bármelyik oszlopba állsz, amelyik szerint rendezni akarod, az árra érzékenyek vagyunk, ha már szerint rendezzük, beláltam az ároszlopba, az ártmezőbe, és akkor a kezdőlap megszallagon van a rendezés, ez egy legördülő lista, ha ezt lenyitod, itt tudsz választani, hogy növekvő vagy csökkenő kulcsú rendet szeretnél, AZ, illetve Z járos, hogy melyik, hat a AZ, és hopp, rendezte, A szerint növekvő rendezte, természetesen a rekordokat bevitte. Ugye, mert nem csak ezt az oszlopot rendte, hanem a sorokat és sorként arrébb vitte. Jó, oké. Működik mindenkinek, ugye a rendezés? Nem figyelj bele, elbocsod. Tehát állsz a oszlopba, amelyik szerint rendezni akarsz. Kezdő műszallag, jobb szélén ez a rendezés ikon, ezt lenyitod és kiválasztod. Vagy ezt. Növekvő, csökkenő kulcsú rendezés. Jó, rendezzük el, mondjuk, mit tudom én, a hónapok szerint beállok a hónapokba,
és azt rendezi csökkenőbe. Rendezés, zia. Off, már is 12. Aztán alatt a valami. Mindegy, hogy hova állok bele? Abban az oszlopba álljál, ami a kulcs. Nem kell a terirálni, hanem akár. Bárhol. Csak az oszlop. Az oszlopot csak jön. Az viszont fontos, hogy ne legyen ülés, és csak benne állsz az oszlopba. Ha benne áll. Ha ugyanis van kijelölése, akkor vissza fog kérdezni, hogy csak ezt akarod rendezni, vagy kiterjessz-e. Oké. És az egész adopiban jön. Akkor is fog visszakérdezni szerintem. Nem tudom, ilyen csináltam. Igen, ugyanúgy. Jó. Viszont, ugye be kell tartani a játékszabályt, ami én az alapfokú tanfolyamon is magyarul nektek mindig, hogy vannak az adatai, vannak segédadatok, tehát ilyen-olyan paraméter megadott adatok, a resadat és a segédadat között mindig legyen legalább egy üres sor, azoknak különben azt is viszi magával. Ezt is elkezdi rendezni. Oké? Okay? Tehát mind külön kupacokban vannak az adatok, egy kupac, neki egy adattábla. Nem? Na most hogy tudod több kulcs szerint rendezni? Tehát mondjuk például azt szeretném, hogy autómárka az elsődleges kulcs, és márken belül nekű ár. Mert ez érdekes lehet valaki, hogy őt elsősorban az ilyen kulcs érdekli, pillanatát tudja szerintni. Ezt úgy tudom megcsinálni, hogy beleállsz az adattáblába, lenyitod a rendezést, és az egyik sorrendet választod, és akkor szépen szállítod a kulcsot. Nyitjuk le az egy kulcsos rendezést, jó? Álljunk a kulcsoszlopba. Kezdőlap, menüszalag. Kezdőlap az, ugye? És azon belül a rendezés, rendezés, ikon ezt lenyitod, és ebből vagy az A, Z, vagy a Z, A opciót választ, függő, hogy növekvő, vagy csökkenő kulcsú rendezést szeretnél hajtani. Több kulcsrendezés pedig úgy néz ki, hogy álljunk a táblába, most tök mindegy, hogy melyik oszlopba állsz, mert is majd megad a kulcsot, tehát csak a tábla kell állni. Tehát a rendezendő adatok közül bármelyikbe bele. Utána a kezdőlap menüalak. Rendezőn. És ott kellett választani az egyéni rendet, akkor kapod ezt. Itt tud összeállítani a kulcsokat. Úgy tud összeállítani a kulcsokat, a szintörlő meglévő rendezést törlöd esetleg, de most törölni kellett, ugye, mert benn volt még az előző. Az újabb szinttel adsz hozzá egy újabb rendet, és itt kiválasztod a rendezést, hogy mi legyen, tehát azt mondta, hogy legyen márka, ugye? Márka. Megadhatod, hogy az egész pontosan hogy történjen.
hozzáadsz egy újabb szintet, az pedig legyen az ár. Eladási ár. Jó, itt a márkánál nem annyira, de a kisnál esetleg előbb olyan szöveges mező esetében. Most nem látom. Hogy nem a számként rendezze, vagy szövegként, mert nem az. Itt most hat mondja olyan volt el, ami szerintem aki dolgozik, annak elő fog a párban fordni az hétszentség. Tehát mondjuk, ha iskolai példát hadd mondjak, hogyha a gyerekek adatait rögzítjük, hogy Tóth József, teszem, amilyen nincs, Tóth Mário, első B, hely Józsi ma nincs, Mário az van, meg Krisztófer, meg mit a ilyenek van, Józsi nincs, az hétség. Egy A, másik gyerek, egy B, kettő A, kettő B, stb. És a példa nem teljesen stimmel, középiskola. Ott fog elejönni? Igen, középiskolában. Ahol van 9. osztályos, 10. 10-es, 12-es, tehát 9. A, 10. A, 11. A, 12. A. És amikor te sorba rendezed, akkor nem mondja őket sorba, hogy az első, a 9. az első, hanem lesz a 10-es, 11-es, 12-es és utána 8-es mérő. Azért, mert nézi az elsőt, hogy az milyen érték, és az egy, az előrébb van, mint a 9. És miután ott sorba, csak utána nézi a másodikat. Tehát ő nem számít nézi, hogy 9, meg 10, meg 11, értitek? Ezért, hogyha azt szerint, hogy az helyesen legyen, akkor a 9-es nem jött, hogy 9, hanem 0-9. És akkor onnél normálisan fog viselni. Tehát amikor a számokat betűvel vegyesen kezelik, és a szám van az elején, és azt akarod, hogy azt mégis úgy kezelje, hogy ahogy mi lekezeljük, akkor vezető nullákat kell elé. Ez nagyon gyakori egyébként, hogy valaminek a kódja az, mint egy 0-15 pp mondjuk, és az elején az a 0-0 azért van, hogy jódra, hova kell. Oké? Okay? Tehát ezek az előn lévő nullák, ezek azért érsek, hogy a sorrend az legyen, mint amit a mi agyunk úgy logikusnak ért. És ilyesmire is rákérdez itt a rendezésnél, csak most nem. Jó, és hogyha ezt beállított, és nyomok egy okét, akkor sorba rendezte, ugye jönnek az a Rómeó, és állsz felmenőbe. Oké? Okay? Természetesen ezt még ki lehet készíteni. Jó, rendezzük újra, egyéni sorrend. Adjunk hozzá egy újabb szintet. De ezt úgy, hogy mindig amelyiken állsz, ahhoz rakja hozzá, mert ő véletlenségből most jól rakta hozzá, mert a márka alá rakta be az aztán. És ez legyen a típus. És ha most leokézom, akkor na most kérdezi azt, amit látsz. Ugye? Szánd el mindent, ami annak látszik. Ez a kérdés. Oké. Okay. És akkor szépen sorba rakta, ugye az 147-esek, 159-esek, stb. És azon belül van ár szerint növekvőben. Jó?
Tehát itt van olyan gombunk, hogy új szint, törlé, illetve volt is, az nem tudom, föltűnt-e, hogy itt ilyen leföl nyilat. Mindig amelyik választod, azt tudod mozgatni leföl nyillal, följebb vagy lejjebb. Mert nem mindegy, hogy az hanyadik helyen van a kulcs. És hát ezen kívül még kulcsjelentőség van annak, hogy az adatok fejlécet tartalmaznak, ezt állt-e, avagy sem. Most ő alapból kipipálta, tudom, ha belegondolsz, ugye itt vannak olyan oszlopok, olyan mezők, a mezőnév szöveg, viszont a mezőtartom végig szám. Az tuti, hogy akkor mezőnév, igaz? És nem adat. És ezért ő alapból ezt kipipálta. Erre majd nekünk oda kell figyelni, hogyha esetleg csak adatunk van, és elérsz hozzá, bár olyan adattáblát ne csináljunk, hogy nincs magyarázó felirat, mert most lehet, hogy tud, mi az az adat, de fél év múlva már nem fog emlékezni, hogy az ott most a 11. havi bérkifizetés, vagy a mit tudom, tehát be fogunk keveredni. Ugye, hogyha nagyon hasonló tanú adatoszlopok vannak, akkor abban később hétszik, hogy belekeveredünk, ha nincs magyarázó felirat. De ha mégis esetleg, akkor figyeljünk arra, hogy ezt most láttuk, vagy nem. Oké? Okay. Ezt még leírom. Jó? Tehát az adatok fejlécet van lenni. Tehát ezt a csekkod, vagy leveszed a pipába. Na, egy rendezéssel kapcsolatosan, és akkor a következő nagyon-nagyon fontos dolog az az, hogy hogy tudod kezelni ezt a rengeteg adatot praktikusan. Tudnék mondjuk, ezt a görgőt húzzad valahova, valahova a középtájra, és töröljél ki egy értéket a harmadik oszlopból, az eladási ároszlopból. Ahol a csúszkát lehúztad középtájra, és a harmadikból kitöröltél valamit. Most menjünk le az egésznek és legaljára. Vagy úgy tudsz lemenni a legaljára, hogy lehúzod a csúszkát a legaljára. Mert az Excel verzió ezzel nem a 1 millió valahány százalék, ugye addig tartana a házat, mert több mint 1 millió, hanem csak az adataink aljára megy le, ugye mert rájött, hogy nem akarok én lemenni a legaljára, amikor 900 000 üres sor van, tehát az érdekel. Csak az adatokkal lefedettem. De lemehetünk úgy is, hogy Control Home-mal menjél vissza a legeslegelére. Ez a Control Home, ez a világ összes programjában azt eredményezi, hogy menjél vissza a legeslegelére. A Control megállva a legtöbb, ez már nem biztos, de a legtöbb program azt eredményezi, hogy menjél le a legutolsó adathoz. De most ott vagyunk a legtetén, és ha megnyomod az End betűt, és utána a lefele nyilat, akkor elmegy a legaljára, és szerintem gyorsabb, mint hogyha a szkát húzod. Ugyanis az Excel az majd úgy fog mozogni, hogy ha az endet megnyomod, mi a következőt mondtana neki, hogy menjél el a adatok szélére, lefele. Azért lefele, mert lefele nyilatod. Hogyha én most megnyomom az endet, és utána fölfele nyilat, akkor menjél el az adatok szélére, fölfele, vagyis vissza a tetejét. Hogyha megnyomom az endet,
akkor a nyilak elmegy az E oszlopban az A top széle. Oké? Okay. Az A end az nem azt jelenti, hogy a, hanem az adatok széle. Ebbe az irányba, abba az irányba, abba az irányba, amit már megnyom nyilat. Jó? Így is érted. Na most mi a probléma? Ha te lemész az adatok félre, az aljára, akkor nem látod a fejlécet. Most eligazodsz az adatok között, mert ezek azért egymástól nagyon különböző adatok. De, hogyha itt mondjuk egy cégnek a éves árbevételei, vagy a forgalma lenne egymás 12 hónap, mindegyikbe számok. Hát a franc igazodnak közöttük, hogy most melyiket látom. Mindig kéne szólni, hogy ez a jelenet. Ugye? Jó lenne, hogyha az elsor az ott maradna, függet attól, hogy én megyek. Ezt meg lehet csinálni, ez egy tipikus feladat, nyilván felkészítették az Excel. A téma, amivel most egy kicsit rövidít foglalkozunk, a nagy táblák kezelése. Tudom az első sor rögzíteni, mégpedig úgy, hogy szépen elmegyek a nézet menüszalagra, és itt van egy ilyen, hogy panelek rögzítése, ezt tudom, és kiválasztom, hogy mit szeretnék rögzíteni, a felső sort, vagy az első oszlopot. Hát van, amikor első oszlopot, az ugye akkor lesz, hogyha nem így kiterjedt az adatom, hanem így, széldében. Általában inkább lefele szokott sok adat lenni, de néha szokott ilyen is lenni. És néha szokott lenni, hogy így is, meg így is nagy, amikor fogod majd az ablaktáblát rögzíteni, megnézzük, hogy hogyan. Hát most rögzítsük a felső sort, tehát kiválasztjuk. Ugye itt megjelent egy vonal, ez mutatja, hogy ez rögzítve van, és ha most megyek, akkor ugye első sor marad, csak a többi. Okay. Nézett menü szallag, és azon belül a panelek rögzítése. Az? Igen. És akkor választhatsz olyat, hogy első sor. Első oszló. És van még egy panelek rögzítése, ezt kipróbáljuk. Ha lenyitod újra a panelek rögzítését, akkor van egy olyan most, hogy ablaktábla feloldás. Ezzel kért, hogy újra mozogjon az egész. Jó? És most nézd az ablaktábla rögzítést. Ezt egyrészt hatod arra, hogy ezt is rögzíteni, akkor meg ezt is. Másrészt meg néha szokott olyan lenni, hogy a fejléc az nem egy soros, hanem több. Egyesített cellákkal több oszlopnak közös fejléce van, és az még fosztva további adatokra. Látunk ilyet. Akkor majd mind a két sort rögzíteni akarod. Ezt úgy tudod megcsinálni, hogy odaállsz abba a cellába, ami már mozogjon. Mindig abba az elsőbe, ami már mozogjon. Mondjuk tegyük fel, hogy két sort akarsz rögzíteni és egy oszlopot. Mert mondjuk itt vannak a magyarázó feliratok, itt pedig a dolgozó, de egy csomó adata van a dolgozónak,
Tehát ahogy mész erre, a négy lenne, ha maradna, meg a fejléc is marad. Oké? Okay? Tehát két sor akarok rögteni és egy oszlopot, ahhoz ide kell állni. Mert ez az első cella, ami mozog. És akkor most választjuk ki azt, hogy panelek rögzítése, ablaktál a rögzítése, akkor most így húztad be a vonalat. És hogy én elkezdek mozogni jobbra-balra. De pedig sor, ezt miért húztam be? Hát mert azt rögzítettük. De második, második sort, azért most azt hittem, hogy most próbáljuk ki, hogy kettő maradjon. Most nincs értem. Csak mutatom, hogy most tudnál. Oké, mert egy olyan eset, amikor emeletes fejléced van, két soros fejléced. Most nem. Oké? De, ugye, ha meg fölmozogsz, akkor meg... Oké? Jó, érthető az? Ez a dolog akkor mindenki számára? Oké? Feloldani persze ugyanúgy lehet, mint ahogy az előbb oldottuk fel. Van egy rögzítése, ablakla feloldása. És akkor feloldottad. Oké? Tehát van első oszlop, illetve... Hú, hogy hívja a hat? Ablaktábla? Ablaktábla. Rögzítése. Ugye akkor használjuk, ha mindkettő. Illetve ha több sor vagy oszlop valamit rögzíteni akarok. És abban a cellában állok, ami az első, amelyik már mozhat. Oké? Okay. Na most ezt arra tudom használni, adatok böngészgetek és át tudom tekinteni. De lesz majd olyan eset, amikor ezt hiába játszottam el a problémát, ezzel még nem tudom megoldani. Történetesen most ilyen szituációt készítünk elő, amikor ahol lenne a 2300. rekord környé, egy adatot kitöröltünk. Ha most elmegyünk a legeslegebb aljára, jó? Tehát endés lefelé. És beállok ide a fő melyik oszlopba, tehát tudjuk, hogy oszlop meg. És az, hogy adja össze, rákattintok a kezdőlapon a szummára, akkor nem fogjám összeadni az összeset, csak a loop megy föl. Az eleje már nincs benne. Ugye? Valahol itt van. Idáig ment föl. Húzással jelöljem ki 5000 sort, húzzak végig. Térjünk vissza a gépeljük a kivetett megoldáshoz, mikor ez a mutogatás egyszerű. A megoldás a következő lesz meg. Ilyenkor ezzel lépünk ki az adatbevitelből. Ilyenkor azt fogjuk csinálni, hogy az ablaktáblát fosztjuk. A függőleges görgetősáv fölött van egy ilyen kis lapos kis íze. Illetve a vízszintes görgetősávnál is van ilyen lapos kis íze. Ha te erre a kis lapos valamire rász, a függőlegesre, és lehúzod, középtáig nagyból, akkor kettő osztottad, és külön fogni fönt, és tudsz mozogni lent. Oké? Okay? Tehát külöksz fönt, és fönt fölsz a tetejre, és mozogsz lent megész az aljára. Tehát most elé azt, hogy látod a tetejét, és látod az alját. Oké? Okay?
Hát ezt megfogtad, lehúztad való. És ebbe a tején vagy, ebbe meg az alján. Tudom, és azt hogyan jön? Hogy jön? Ez nekem sem csak. Ja, itt lesz kikbevitelve, ki kellett lépni a késbe. Na, és akkor itt fölmérve. Ha rögzítve van az ablaktáblád, ha nem tudod az ablaktáblát felosztani. Tehát vagy ez van, vagy az van. Tehát az előző, meg ez együtt nem megy. Vagy azt tudod csinálni, vagy tudod csinálni. Rendben? És képlet bevitel közben sem, mint kiderül. Tudod ezt csinálni, tehát az eszképpel kiklikni ebből a szummázásból, és csak utána tudtad arrébb húzni. Oké? Okay? Most ezek után hogy oldjuk ezt a problémát, amiben az előbb belegyalogolt? Hát álljunk oda, ahova az előbb összeakadni, ugyanoda, és indítsuk el a szummát. Az autószumát. Ha fogjuk látni, hogy itt menetlen a hangyák körbe, de így csak. Most azt kell tudni, hogy argumentumot kijelöléssel tudunk megadni. Függvény argumentumot. Márpedig ez egy függvény. És a következő kijelölési trükket tanultuk. Van egy olyan kijelölés, hogy tól-ig. Tehát ettől a cellától eddig. Ettől a fájtól eddig a fájlig. Tudom megcsinálni, hogy katt, sikatt. Tehát inni akarom kijelölni, rápintok. Idáig akarom kijelölni, legalsóig. Tehát nem a szummáig, hanem a fölévő mémadatig. Oda pedig shift nyomása közben kapintok. És akkor ezzel megoldottam a problémát. Nem kell ételni, hogy C2-2-es pont C5470. Gépetném is, de egyszerűbb be. Mert mutogatni mindig egyszerűbb. Mutogatunk is egymásnak eleget a kocsi vezetés közben, mindenféle közös súlyakat. Mutatom újakat, hogy ki hülye, meg ki hova, meg mit, ugye? És jól vigyázzunk, hogy kinek mit mutatom, mert most nemrég olvastam valahol, hogy egy manyust azért lőttek le, mert ilyet bemutatott valakinek. Nagyon magadta, akinek bemutatott és lelőtte. Ez már az elő baj. Kategóriák. Azt tudod, mert szerintem ez rögzítve van. Hát a nézetmenüben, és akkor feloldva ezt a ablaktáblát, és akkor most tudod már húzni. Ugye most visszamegy az elejére, másikban megkülsz a nála. Most én időben a szummát, rendben a pont. Ugye neked azért megy végig, mert te nem törölted az azt a... Hát... Aztán visszatérjük valahogy, mert neked végig ment. Tehát akinek miután ide kattint a szunára, a diszkó az így végig fut, az ölt középről egy adatot, mert ez az autószumma úgy működik, hogy addig megy fölfelé, amíg üreset nem talál. És az üresnél rá. Oké? Okay. Már pedig ilyen szokott lenni, hogy hiányzik valamit véletlenül egy adat. Megjegyzem, hogy lehet megtalálni azt az adatot, vagy azokat az adatokat, amiket elfelejtett véletlenül megadni. Mindjárt megnézzük, majd pillanatok alatt meg tudjuk találni. Ugye gondolj bele, hogy egy ilyen nagy adatállományod 5000 tétel, és hiányzik le néhány adat, keresd meg azokat. Hát
egyszer volt egy olyan történet, hogy ilyen tanfolyamon ült egy hallgató, hát a céget még mondom, mert akkor még nem ismer magára, magyar államkincstárnál dolgozott a illető, és megmutattam neki ezt, hogy lehet megtalálni az adatokat, mert ő vetette föl ezt a problémát, aztán azóta mindig elmondom, mert szerintem már is elő fog ez fordulni. Ma már minden munkahely baj kategória, tehát nem elég, hogy ott dolgozó, vidd haza a munkádat, és lehetőleg hétvégén is foglalkozzál a munkádba. De így van, legtöbb munkát elvárják tőled. Azt is, hogy ne 8 órát dolgozzál, hanem még maradj benn túlórázni, és hétvégig dolgozzál. Otthon? Nincs, de van Lajtától nyugatra jó pár munkahely. Ő mindig azt vitte haza, amiben úgy meg kellett keresni a lukakat. És akkor ezzel el volt egy... De ezek ilyen bazitárk voltak, tehát mint 500 oszlop, 30 ezer sor megint, és abba keresnek, hogy hol hiányzik adat. És megmutattam neki, és akkor legközelebb jött, és elnézést. Laci, hát ez fantasztikus. Laci, nem igaz. Hát ez van. Laci, nem. Itt röpködött, mert mondta, hogy miután ezt megmutattam, utána 10 perc alatt végzett. Azzal, amit egyébként 2 napig hét kereste a hibát. Csak vannak ilyen aprükkök, mondjuk például ez is egy jó pofa dolog, de nem, hát jó páron ismerik, de nem mindenki, tehát sokan dolgoztak már esetleg itt Excelbe, de még életükben ezt a módszert nem használták, hogy így osszuk ketté a adattáblát. Ilyen is ehhez hasonló trükket majd szeretnénk mutatni, és miután kijelöltük, ugye most már ha kipipáljuk, az adatvitelt már össze is adta, és kapunk egy olyan összeget, hogy valami félelmes. Oké? Tehát... Ugye ez egy dolog volt, ablaktábla rögzítése. Egy dolog. A második dolog... Az ablak a felosztása. Na most mi az ablaktáblát vagy rögzítjük, vagy felosztjuk. Is nincs. Vagy ez, vagy az. És úgy tudod felosztani, hogy egy jobb oldalt, ott van a... Hallgassak rá egy pismantást, igen. Tehát a szalag, és akkor az alatt van csak csúszka, és a fölfele nyílt fölött van ez. Ugye? Kell húzni. Illetve a vízszintes görgetnál meg ezt. Tehát én nem csak így oszthatom, fel, hanem feloszthatom. Bocs, nem ezt, hülye vagy, fográdi vagy. Ezt. Ilyen is van, de nem ezt. Az más. Megösszük azt is, hogy csak. Ezt. Ezt kell hozni.
Na, akkor most már adatokat tudjuk rendezni, tudjuk kezelni őket, hogy lássam elejét, végét kelöléssel meg tudjam adni a megfelelő dimentumokat. Erre majd sokszor lesz szükségünk, szinte mindig. Nézzük, hogy hogy lehet őket szűrni. Jó, tehát a következő témánk az is lesz. Úgy tudod ezt leggyorsabban megszüntetni, hogy duplátákat tisz. És akkor vissza is lehet, de a dupla patt az gyorsabb. Jó, rendben? No, a szűrés. Úgy tudunk szűrni, hogy beleállunk az adat táblába. És elmegyünk az adok menüpontra. És itt van a szűrő, illetve itt van a másik szűrő. Szűrő, speciális szűrő. A régebbi Excel verzióban ezeket úgy hívták, hogy autószűrő, meg irányított szűrő. Később valahol úgy is hivatkozik rá, hogy autószűrő, irányított szűrő, tehát nem az ekrán sem tér át erre a új elnevezésre, hogy egyszerű szűrő, meg speciális szűrő. Az egyszerű szűrőre, ha rátintasz, tehát erre a töltsérre, akkor a mezőnek átalakulnak egy-egy legördülő listává. Jó? Tehát a téma, amiről elkezdtünk beszélni, a szűrése. Tehát úgy használjuk, hogy állít a táblába. És utána rákattintunk a töltsérre. És ennek az lesz a következménye, hogy a mezőnevek átalakulnak ilyen legördülő listára. Stb. Minden mező legördülő lista lesz. Különbség, hogyha látod, hogy bárhol beleállok, akkor is oda tesz a szűrőt. A sort szoktam kérni. Már különbség a kettő között? Nincs. Ugyanaz. Ahol benne kell állni. Ha nász benne, akkor nem működik, de benne állsz. Ki ad az első sort? Úgy is jó. Álljál benne valahol. Tehát kikapom, és ide itt ráállok. Ugye most nem tudja megcsinálni, mert nem tudja, hogy miről van szó. Tehát ezt kell szűrni. Tehát benne kell állni, és úgy kell kapcsolni. Most én az első sort kijelölöm, és úgy kapcsolom, vagy benne állok, tök mindegy. Ugyanaz. Oké? Okay. Na most, ha lenyitjuk az egyes osztat, akkor azt fogom látni, hogy ott vannak felsorolva a tételek, az összes tétel, és mindegyik kipipálom. Amelyik kipipált, azok a tételek szerepelnek, azok a rekordok szerepelnek. Ha én most leveszem mit én az Audi-ról a kipipált, és nyomok egy okét, akkor mostantól le az Audi nem szerepel. Onnét látjuk, hogy szűrt a tábla, hogy azon a kékek lettek.
illetve aktív lettek ezek a gombok, amik eddig nem voltak aktívak. Mert úgy tudom a szűrőt, hogy újra mindent lássak, hogy a szűrő törlősére kattintok rá. Hát nem kell megkeresni, hogy Jézus mi volt az, amit én lettem meg, mit tudom én, melyik oszlopnál. Egyébként nem lenne olyan borzasztó bonyolult, mert amelyik oszlop szerint szűrtél, ott átalakult a legördítő elem, egy töltsér is van benne. Oké? Okay? Tehát megtalálnád, de ha több oszlopba is szűrnél, akkor azért bogarázgatnánk egy kicsit, azzal, hogy azt mondom, hogy szűrő törlése, jól látszik minden. Na most, hogy lehet találni azt az a tételt, amelyik itt ül? Azt úgy lehet megtalálni, hogy ezt nyitom le, lemegyek a legaljára, és itt van egy olyan, hogy üres. Most nekünk az kéne, hogy csak az legyen kipipálva, menjünk vissza a tetejére, kattintsunk rá arra, hogy az összes kése, ezzel levettem mindenhonnét a pipát, most menjünk le az aljára, és pipáljuk ki csak azt, hogy üres. Nyomjuk meg az okét, és ha van igazság, akkor csak az egy tételt látom, és az a bizonyos hölgy, aki az egy csodás, az ezt alkalmazta néhány oszlopnál, és puk-puk. Pillanatok alatt meg lehetett csinálni. Oké? No, de ha ezt be nem tudod, azért bogarázod, mire megválod. Rád bizom. Ugye, aki az előbb nem törölt, elfelejt törölni, annak ez most nem működött, hát nem jött semmi. Oké? Tehát azt jelöltem ki, hogy a amit cellában álltál a szűrés előtt, annak az érzés. Na, ennyire azért nem okos, hogy tudja, hogy te rögtél volnét, az azért nem megy. Így kapcsoltuk be, és akkor ugye lenyitva. Mit látunk? Egyszer látjuk a tételeket. Illetve látunk egy olyat, hogy összes kijelölése, valami ilyesmi. Meg egy olyat, hogy üres. Ugye, mert az üres az emiatt ért, amit most megbeszéltem. Ezt minden oszlopnál fogjuk látni. Ezen kívül töröljük a szél. Ezen kívül attól függően, hogy milyen tartalma az oszlopnak, szám vagy szövegszűrőket fogunk még ott látni. Tehát mondjuk itt szöveg van, ezt lenyitod, itt szövegszűrő van, látod? És hogyha mondjuk az eladási árnál nyitod le, ott pedig számszűrőket látsz. Oké? Okay? Mi a szövegszűrő és mi a számszűrő? A szövegszűrővel. Egyenlő, nem egyenlő, kezdete tartalmazza, nem tartalmazza. Ezt az egyenlő, nem egyenlő, természetesen majd meg fogjuk találni a számszűrőknél is, ugye, mert szám is lehet egyenlő meg. A kezdete
vége az azért került be, mert egy-két baromi egyszerű szabályt képtelenek voltak a használók megjegyezni, bár hogy csak annak egyszerű, aki doszon nőtt még, William Mason, még a Dirt csillag. Arra igen, ugye? Mit jelentett a csillag, hogy több bármilyen karakter lett, ugye? A kérdőjel meg, hogy egy bármilyen karakter lett. Hogyha én mondjuk arra lettem kíváncsi, hogy itt a régiók vannak, Észak, Alföldnek, Észak, Dunán, hogy Északkal kezdődjön, azt úgy adhatta meg, hogy egyenlő Észak, csillag. Ugye mégé bármi lehet. Ehelyett azt kell használni, hogy kezdete, vagy eleje, vagy mit tenni, kezdete, és bírod, hogy Észak. És akkor az Észak kezdődő. Próbáljuk ki. Tehát ezt lenyitjuk. A szövegszűrő kezdete. És akkor a kezdetéhez beírod azt, hogy Észak. A kisbetű, nagybetű, mindegy neki. Jó? Tehát az neki. Szegál. Oké. Csak az Északkal kezdődőek van. Észak. Magyarország Észak. De mindegyik Északkal kezdődik. Oké? De töröljük ezt. De ezt egyébként meg lehetne úgy is csinálni, hogy lenyitod, és mondod, hogy szövegszűrő, egyenlő. És beírod azt, hogy Észak, csillag. És ugyanazt fogod kapni, remélem. Így van. És ugyanazt kaptad. És ezt voltak képtek megjegyezni. Jó, lehet, hogy annak tűnik valami egyszerűnek, aki még doszon tanulta a számítástechnikát, és ott ezek a csillagok, ezek nélkülözhetetlenek voltak, meg a kérdője, ugye? Jó, töröljük ezt is. Jó, tehát a szövegszűrő nagyon kezdett. Tartalmazza, nem tartalmazza. Ezek meg lehetett volna a csillaggal, ugye az, hogy tamazza, az nem az elején van, meg nem a végén, hanem valahol csillag, Észak, csillag. És az Észak valahol bent van a belsőben. Az, hogy ne tartalmazza, az meg nem egyenlő, csillag, Észak, csillag. Világos. Ugye? Hát elért volna az egyenlő, nem egyenlő, az meg tudnék oldani minden továbbit is, csak csillagokat kellene tudni használni, de hát tudták használni, ezért belerakták ezeket a dolgokat. Mindegy ködé. Jó, tehát a szövegszűrők, és akkor van a számszűrő. Na most a számszűrők azok talán egyszerűbbek, egy számnál nyissuk le. Egyenlő, nem egyenlő, nagyobb, mint, nagyobb vagy egyenlő, kisebb, mint, kisebb vagy egyenlő, két érték között, ezek világosak. A lista az azt csinál, hogy megadhatod, hogy keresd a 10 legnagyobbat, vagy az 50 legkisebbet. Oké? Okay. Tehát válasz listát, első, utolsó. És 50 tétel, hogyha az utolsó menet keresed, úgy az a 50 legújabb autó lesz majd elég. Oké. Okay. És akkor itt van az 50 legolcsóbb autó. Oké? Okay. Hát a szűrőkbe. Én ezeket a egyenlő, nem egyenlő, nagyobb, mint kisebb, ezeket én hagyom, ez világos.
ez nincs mit foglalkozni. A top lista átlag felett átlaggal, ez csak jó. Tehát van ez, meg van a, meg a top lista. Átlag felett, meg átlag alatt. Ez pedig úgy működik, az átlag felett kiszámolja az adott oszlopnak a számtani átlagát, és azok, amik az átlag felettiek, azokat hozza. Nézzük ezt is. Jó? Hát. Átlag felett. Előbb törlöm, jó? Na, ezt nem értem. Ez a szó. De miért csak az az egy? Ja, mert ott az összeg a végén. És a, ez ravasz, ugye, érted? Mert az annyira elviszi az átlagot, az az egy érték van az átlag fölött. Úgyhogy ez így jogos. Mert az összeg, ha belegondolsz, annyira elviszi. Tehát ahhoz, hogy ez működjön, kéne csinálni, hogy menjünk le az aljára, töröljük az összeget a legaljáról, ott törjük az aljáról az összeget, és most kérjük az átlag fettit. Ugye most már mindjárt egészen máshogy viselkedik. Hát nagyjából a fel kell, hogy legyen, hogyha egyenletesen szórtak a árak. Úgy mellékesen most ő kiszámolt az adott átlagát, és ahhoz viszonyított. Hogy tényleg ezt csinálta, le tudjuk ellenőrizni, nyisd le, és mondta azt itt a számszűrőknél azt, hogy egyéni szűrő. És akkor előjön, hogy ő most is csinált, nagyobb mint, és itt van egy szám, na ennyi az átlag. Oké? Oké? Az egyéni az mindegyiknél van, a számszűrőnél is, a csövegszűrőnél is. Tudnilik, lehetséges az, hogy te nem egy értéket keresel, hanem többet, és nem egy feltételt akarsz megadni egy dologra, hanem többet. Pontosabban hát kettőt adsz meg. Itt kettőt adhatsz meg, és hát nem minden tudsz a szám és a szögszűrők segítségével megadni. Ugye mondjuk kesed a az Északföldet, meg a Észak-Magyarországot, akkor a pipákat ott aztán kész. Nem kell azt mondani, hogy jellő ez, vagy az. Illetve keresed a és ilyen érték közötti áruautó, akkor ugye volt egy olyan, hogy... A számszűrőknél, hogy két érték között. És akkor megadhattad egyik értéket, a másikat, és az ár közötti áruautók jöttek volna csak ki. De mondjuk azt nem tudod megadni ezzel, hogy keresd a legolcsóbbat, meg a legdrágábbat. Mert olyan, hogy a kérték között ilyenken kívülben nincs. Viszont a egyéni ezt meg tudod adni. Ha kiválasztod az egyéni szűrőt, akkor azt tudod, hogy mondjuk nagyobb, mint 4 millió. Tehát hol át kellene megírni. 1, 2, 3, 4, 6. És kisebb, mint 1 millió. Na most ezt gondoljuk át. És vagy... Baromira nem mindegy.
Itt kezd egy kicsit bonyolódni a dolog. Ezt szokták talán néha valamivel nehezebben megírt. Hál' Istennek mi a átlag beszédbe, amikor több feltételt elmondunk, akkor az is, illetve vagy kötő szavat helyesen szoktuk használni. De nem fedi a valóságot az, hogy ahogy elhangzik a feltételek felső, és amit ott mondanak, azt kell itt nekünk mondani. Mert mondjuk mondhatom ezt úgy, hogy keresem azokat az autókat, amelyek 4 milliónál drágábbak, és keresem azokat az autót is, amelyek 1 milliónál olcsóbbak. Mert hogyha ezt így ésszel beírom, akkor hány autót fog találni? Egy rohadt darabot se. Ez most vagy kapcsolat kell, hogy legyen. Mert azt kell nézni, hogy az egyik feltétel, a másik feltétel egyszerre kell, hogy teljesüljön egy darab autóra. Hogyha egyszerre kell, hogy teljesüljön, akkor van és kapcsolat. Ha nem kell mind a két feltételnek egyszerre egy autóra tess, akkor van vagy. Nem kell, ugye? Tehát ez vagy. Tehát így hagyva élet, egy darab autó nem lesz. Ez csak vagyjal működik, most ilyen feltételekkel. Tehát az egyéni szűrőnél azt mondom, vagy abban a pillanatban már is hozza az 1 milliónál olcsóbbakat és a 8000, a 4 milliónál drágábbakat. Oké? Tehát mindegyiknél, mind a számszűrőnél, mind a szövegszűrőnél van még egyéni. Ezt én külön, jó, teljesen külön, egyéni. Ahol megadsz egy feltételt, egy mezőr, tehát egy robot, hogy kisebb, nagyobb, egyenlő, nem egyenlő, egy másik relációt, és egy értéket, meg egy másik értéket. És a között pedig rádiógombbal kiválasztod, hogy és, illetve rádiógombbal kiválasztod, hogy vagy. És azt kell megegyeznünk, még egyszer mondom, hogy egy rodra a két feltételnek egyszerre teljesül, igen, akkor és. Egy rekordra a két feltételnek egyszer kell teljesül, akkor vagy. Nem azt kell figyelni, a szövegben mi van, és avagy vagy. Nem biztos, hogy azt kell megadni, amiben van. Ez így érthető, ugye? Na, ennyit az egyszerű szűrőkről. És nézzük a irányított szűrőt, vagy speciális szűrőt. Irányított szűrő, vagy speciális szűrő. Azért bevezetése, mert az egyszerű szűrővel nem lehet mindent megadni. Például nem tudom megadni azt, hogy megadó feltételt az egyik oszlopra is, a másik oszlopra is, és elég, ha az egyik oszlop feltétele teljesül. Mert amikor két oszlopra is megadó feltételt, akkor azok között is lesz a kapcsolat. Hogy két oszlopra is megadok, két mező és megadok feltétel, és nekem vagy feltétel lenne, akkor nem használható ez a szűrő. Akkor kell használni mondjuk a speciális szűrőt, amikor kicsit bonyolultabb feltétele megadni. Tehát itt még annyi zítést írjunk le, hogy ha két oszlopra zárójelbe mezőre, ugye, mert megegyeztünk a terminológiában az elején, hogy az oszlop mezőnek hívjuk. Tehát két oszlop a mezőre megadunk feltételt, akkor azok között a kapcsolat
És ezt, hogy és ezt idézőjelbe rakom, ugye, mert ez nem az, hogy itt még tudnia kellene a mondatnak, hanem rendben? Jó. Na akkor őrök közül beszéltük az őt, az autó szülőt, jönne a másik. Az autó szülő. Újabb terminológiában speciális. Szülő. Ha ezt az őt szeretnénk még használni, akkor a kést először mindig elő kell készíteni. Meg kell adni egy úgynevezett fel kritérium tartományt, szülőszíteni a kritérium tartomány megadása. Itt a járvája következő. Amelyik mezőre feltételt akar megadni, annak a mezőnek a nevét oldalra félre kell másolni. Természetesen az adott tábla és a kritérium tartott legalább egy üres oszlopnak kell lenni. Oké? Okay? Ugye ezt tisztelt már több egyszer, hogy ne érjen össze a dolgok, mert abból probléma van. És azért javasolt másolni és nem gépelni, mert ha egy betűt elrontasz, már nem működik a dolog. Jó? Tehát mondjuk például, töröljük ezt a szülést, kapcsoljuk ki. Még nem indítjuk a speciális, mert most elkészítjük még előbb, és utána fogunk mutatni. Mondjuk feltételt akarunk megadni az eladási árra. Olyan egyszerűvel indítunk, amit meg lehetett volna oldani autószűrővel is, de amiatt, hogy értjük, azzal indít. Jó, tehát ezt, hogy eladási ár, mivel erre fog megadni feltételt, ezért ezt másoljuk. Egy oszlopot kihagyébe. És a feltételt pedig írjuk be. Amelyik mezőre vonatkozik a feltétel, annak a neve alá kell írni a feltételt. Tehát ha több mezőre adok feltételt, több mezőt kell ide másolni. Majd mindjárt csinálunk olyat is. Tehát tegyük fel, az új autók érdekelnek, azok érdekelnek, ha az ára mondjuk kisebb, mint 1 millió forint. Írjuk be, hogy kisebb. Vagy így. Így. Jó, tehát így. Írjuk be, hogy sem. Kacsa csőre balra néz. Itt szoktam elmondani, hogy én nem értem, hogy mikor én ezt tanítom, mondjuk általános iskola ezt nem szoktam tanítani, mert ez azért jó, de informatikai érettségén szok néha ilyen feladat lenni. Hát nem is egyszer, de hanem Excel, amit már nem tanítok itt a felnőtteknek, mert büdös életben nem fogják használni, viszont informatikai számon kéri. Ezért
Tehát ott is ilyen kisebb-nagyobb relációs jeleket kell begépen, és csak, hát így nem igaz, tehát nagyon sor vannak bizonytalanságok, hogy most így kell írni, így kell írni. Én mindig azt szoktam mondani, úgy ez meg, hogy az 1 millió az nagy, mint az a, aztán kész. És akkor kész. Oké? Okay? Készítettük a kritérium tartományt, tehát egyetlen egy darab feltételünk, ami egyetlen egy mezőre vonatkozik. Menjünk vissza a táblába, az áblába, ugye itt vagyunk az adatok. Kattintsunk rá a speciális. A lista tartom, tehát a táblát, amit szűrni akarok, azt magától felismeri. És hát ezért kellett itt luknak lenni, mert ha a luk, akkor ezt az oszlopot is belevette volna. Oké? Okay? Tehát itt luknak. Szűrő tartomány, kattintsunk le, az lesz ez, a klim tartomány. És menjünk az okét, akkor már le is szűrte. És csak az 1 milliónál olcsóbb adatok augnak benne. Nem legyenek benne, vagy a... Csak az nem augnak benne. Micsoda? Én meg kijelölt ezt is. Ez nem is tudom most csinálni. Ez nem tudom, hogy így van. Tehát így legyen, szűrőtartás. Jó, onnét látjuk, hogy szűrt, ugye, hogy kék a sorazonosító, illetve aktív lett ez. Újra az összes rekordot fogom látni, hogy törlöm a szűrést. Törőj? És mit nem ilyen, az is el. Bocs, hogy mit tett. Tehát a autószűrőn ott voltak a jelek. Itt honnan tudom, hogy szűr? Az eredményt látom. Amit most mondtam, hogy kékek, és ez a... Oké. Töröljük. Jó, tehát törünk ezzel, és akkor úgy látok mindent. Ugye most nem kék, nem aktív, tehát most nem szűrt. Rendben? Na, bonyolítsuk egy icipicikét tovább. Keressük azokat, mint amiket az előbb 1 milliónál olcsóbb, ez a darab nem kell, meg 4 milliónál drága. Ugye azt jelenti, hogy 2 darab feltételem van, és ennek a 2 darab feltételnek nem kell egyszeresülni, elég, ha az egyik teljesül. Tehát a 2 feltétel között vagy kapcsolatot kell megadni. Miért ezt megírjuk, írjunk, jó? Tehát a neveket másik oldalra írjuk be a mezőnevek alá. A feltételeket. A rációs jeleket úgy kell használni, hogy kisebb, hát illetve ez a nagyobb pont. Nagyobb, kisebb, az egyenlőt nem kell ott, mert egy egyszerűen oda érték, és nem kell elérni, hogy egyenlő. Tehát az az egyenlő. A ezt nem így fogja, mert ez a nagyobb. Ez a kisebb.
Ez a nem egyel. Jó, tehát ez a nem egyel. Nincs. Tehát egy kisebb jel, meg egy nagyobb jel, így mással szembe fordítva. Ez a nem egyenlő. Ugye már a matekból azt mondtuk, hogy egy nem egyenlő. De itt nincs ilyen áthúzott egyenlőség, nem tudsz olyan gépelni, ezért ezt alkották. Illetve a nagy vagy egyenlő, ez. Illetve a kisebb egyenlő. Egyenlő nincs, mert nem írni, mert amit beírsz oda alá, az annyit azzal egyenlő. Oké? Okay? Jó, na most... Beírj a másik feltelt. Ugye nagyobb, mint 4 millió. Tehát 6 darab nullát ugye. És a játszabály az úgy szól, egyébként ez most véletlenül jó. A játékszabály úgy szól, hogy a külön sorba írt feltételek között a kapcsolat vagy, az egy sorba írt feltételek között a kapcsolat és. Feltételek között a kapcsolat vagy, idézőjelbe rakom, ugye mert különben ja. Köszönnek értjük. Az egy sorba írt feltételek között a kapcsolat és. Kicsit furcsa nekem, ezt mindig nyomtatott nagybetűkkel szoktam írni, elláttam. Most merővéletlenségből pontos jó lett, tehát ha én most visszamegyek ugye az adattába, elindítom a speciszűrőt. Fölismeri a lista tartományt, az így, ahhoz nem írok hozzá. Bemegyek a szűrőtartományba, csak hogy ez most nem jó, úgyhogy jelöljük ki ezt így egy húzással. Hogy sötét alap világos be legyen. Mert ha én most ezt kijelölöm, akkor annak helyén ez már meg. Oké? Okay? És hogyha nyomok egy ilyet, akkor most pont ugyanazt kapom. Az előbb kaptam az autószűrő, az egyéni szűrő feltételek mekkor. És nézzünk egy másikat. Azt keressük, amiket most nem látunk. Tehát 1 milliónál drágább, 4 milliónál olcsó. Most nem ezt, meg ezt, hanem ezt. A középső részt.
Oké? De mi a magyarázat, hogy a feltétel eltűnt? Mert az abban a sorban volt, amit nem felt meg a... Érted? Pont leszűrtük. Pont leszűrtük. Azt hittem más magyarázatot. Pont leszűrtük. Jó? Na, töröljük a szűrőt. Jó, tehát szűrőtörlés. Ugye, ha megnézed, azt mondja, hogy ez 2690, 271, egy is se felel meg. Oké? Ezért tűnik. De, hogyha most valamelyiket át olyan értékre, hogy megfeleljen, és úgy szűrnéd, akkor az okra. Oké? Na, tehát most azt keressük, ami egy jónál drágább, ez az egyik feltétel, 4 milliónál olcsóbb, ez a másik feltétel. Egy autó mind a két feltételnek kell teljesülni? Igen. Tehát a kapcsolat között és lesz. Magyarul egy sorba kell ezt meg ezt írni. Tehát ezt írni, hogy nem itt kell, hanem ott mellette. Mellette kell, nem alatta. Viszont hogy a francból tudja most a francból, hogy ez is az elagyára vonatkozik, meg ez is. Hát honnét, hogy az elagyárat ide és ide írni. Oké? Tehát kétszer kell szerepelnie az eladási árnak. Oké? Tehát kétszer kell szerepelnie. Azért kell kétszer, mert máshogy tudod a két feltételt egymás mellé írni. De ahhoz, hogy és legyen a kapcsolat közöttük, egy sorba kell írnod. Oké? És ez most az erősebb szabály miatt még egyszer odaírod, hogy eladási ár. Mert nem tudja, hogy az is az eladási ára vonatkozik. És akkor mindjárt kezd már rágos a dolog. Beleállunk az adatokba, speciális és fölismerte a listatartományt, ezt kijelölöd, megmondod, hogy ez legyen, oké. Okay. Na már. Nincs egy darabos. Ja, a relációjelet nem fordítottuk. Hát ilyen nincs. Ugye, mert nincs, hogy ez is, meg ez is teljesül. Mert ezt magam mondtam, vagy jó, tehát 1 milliónál drágább. És 4 milliónál meg olcsóbb. Most már jó lesz. Ugye? Csak elindítod a speciálist és leakézod, mert a mikrál az is ugyanaz, meg a szűrőtartomány is ugyanaz. Tehát nem kell kijelölni semmit, csak oké. Okay. És ha megnéznénk, akkor tuti, hogy nem közöttük 1 milliónál olcsóbb, illetve 4 milliónál meg drágább. Hát ez most nagyon sok autó, úgyhogy ne menjünk rajtuk végig, mert ez nagyon sok. Oké? Okay. Tehát már két feltételünk van, de mi a kettő egyelőre még ugyanarra a vezetőre vonatkozott. És akkor most kezdjük el egy kicsit bonyolítani a dolgot, hogy én valahogy úgy szoktam látni, hogy anyuknak van valami csotrogány, apuka megül a jó drága Mercibe megmenni. Na akkor most keresünk ilyen autót, jó? Tehát anyunak jó lesz valami 800 ezer alatti Citroën, mert a francia kocsik jó olcsók, meg jó szarok. Most szerintem nem. Egyébként szerintem nem. Én nekem volt francia autón. Én elégedett voltam vele. Kényelmes volt. Jó, de na, ezt töröljük először is. Szűrőtörlése. Tehát olyan autót fogunk keresni, olyan autókat fogunk keresni, ami mondjuk Citroën is 1 millió alatti, illetve Audi és 4 millió fölött.
Ezek mind legyenek benne. Nem tudom, értő-e, ugye? Apunak egy jó drága Audi, anyunak egy jó olcsó Citroen. Hát nem, te tényleg így szokott. Most gondoljuk át, hogy milyen mezőt kellene. Hát ez is biztos, hogy kell az eladás ár, az tuti. Az eladás jár csak egyszer. Úgyhogy ez itt ilyen. És kell a márka. Úgyhogy azt is másoljuk ide oldalra. Tehát olyan Citroen kell, ami 1 milliónál olcsóbb. Ennek a két feltételnek, hogy Citroen meg 1 milliónál olcsóbb, erre kell teljesülni? Igen, akkor egy sorba kell írni. Az, hogy olcsóbb, mint 1 millió, ugye? Gondoljuk át, hogy most így áll. Így áll. Ugye az 1 millió, tehát balra van a csak. És ez Citroen. Jó? És akkor kell még Audi, ami 1 milliónál drága. Ennek a két feltételnek egyszerre kell teljesülni egy autó, a kettőnek igen. De a másik kettővel nem, hát külön sorba. Jó? Tehát akkor most beírjuk azt, hogy a 4 millió kisebb, mint az a Audi, és Audi legyen. Oké. Okay. Na, akkor megvagyunk a kritérium tartománya. Szörjük. Kapciálisra. A lista tartomány jó, a szűrő tartomány nem jó, ugye mert most már ez, és ha leokézom... Kijelölöd? Jelölsz a másikra. Rájelölsz a másikra. Na most Audi az nem kerül le, nem tudom miért. Mindegyiket meg kell. Törlöm a szűrést, megnézzük, hogy milyen Audik vannak. Lehet, hogy nincs 4 milliónál rágán. Ó, de ezek hány évesek? Nagyon olcsók ezek az Audi. Tényleg nincs, hogy ne 4 milliónál drágább legyen. Kénytelen apunk beérni egy 3 milliónál drágább Audi-ra. Jó? Úgyhogy átalakítottuk a szűrőt. Most már van Audi. 3 millió drágább már van. Oké? Jó, eddig követhető volt még minden világon, de miért így csináljuk, mint... Na, még egy kicsit két bonyolítunk rajta. Köszi föllállott, ő azt mondta, hogy ilyen krehásban nem ül bele, legalább 1 milliónál drágább legyen, de apuval vitatkozott, na jó, 1,5 millió elmehetünk. 1 és 1,5 millió közötti szóra. Ő is föllázott, és azt mondta, hogy te meg ilyen drágában nem ülsz, 2,5 és 3,5 között legyen az ára. Világos, ugye, mit szeretnénk? Tehát Citroen, ami 1,5, Audi, ami 2,5 és 3,5 között van. Ez így oké? Okay? Szörjük először is a szűrőket. Az összes eddigi feltétel. Töröljük? Ne töröljük, azt ne töröljük. Csak ez. Az át, az, hogy márka, Citroen, meg Audi. No, egyszer eladási árra vonatkozik az, hogy 1 milliónál drágább, 1,5 milliónál olcsóbb. Ennek a kitételnek, hogy 1 milliónál drágább, 1,5 milliónál olcsóbb, egyszerre kell teljesülni egy autó? Igen.
mind a kettő eladásra vonatkozik, tehát az eladási árat még egyszer bekapni. Tehát ez, hogy eladás még egyszer. Egymás mellett kell lenni? Nem. Mert arrébb is, tök mindegy. Hát mondjuk arra, hogy nem egymás mellett van, akkor egymás mellé, nem zavar, úgyhogy ezt, hogy eladási ár, ezt én ide rakom egyszer. Jó? És ugye 1 milliónál drágább, tehát az 1 millió kedményt az alami, balra van nyitva. Illetve a 1,5 millió az meg több nála. Oké? Ennek a három feltételnek egyszerre kell teljesíteni, ezért ezeket egy sorba kellett. Jó? És az Audira meg azt mondtuk, hogy 2,5 és 3,5 milla közé kell, hogy essen. Előző alapján már világos. De miután így megalkuttak egymással, nagyon megörültek, és akkor még a gyerek is veszünk egy kocsit. Annak tök mindegy, mi csak ócsó legyen, 800 000-nél, nem tudom, van olyan, 900 000-nél olcsóbb, olyan már biztos. Jó, tehát tök mindegy, csak 900 000-nél olcsóbb legyen. Jó? Érthető még mindig ez, hogy miért így? Na akkor szűrjünk! Első paraméter változatlan, a szűrőtartományt azt ugye át kell állítani, kijelöld, megadod, és ha most leszűröd, akkor... szűrőtartomány kellett átírni el. Miért mondja az egészet ki kell? Persze. Mindig az egész. Jó, és hogyha most szűröd, akkor elvileg Audi, ami benne van, az mind 2,5 és 3 millió közötti. A Citroen, ami benne van, az vagy jobb, mint 900 000, vagy 1 millió és 1,5 millió közötti áru. Illetve van néhány krehács, ami olcsóbb, mint 900 000. Külön attól, hogy mi a típusa. Most ezt így mondja az ember, ehhez képest a magyarok döntő többsége ilyen krehácsból jött. Ez a szomorú valóság. Mert olyan szűrésben, hogy például a raktárban két ember csinál külön-külön leltárt, mind a kettőnek mindenekből lesz egy bizonyos mennyiségű terméke, és akkor a két oszlopot összeállítom. Tehát ott, ahol nem egyenlő, ott nézze meg, hogy mi volt van. Ne fussunk neki még egyszer? Tehát két ember csinál le. Igen, mind a kettő. Mind a kettő kijön egy-egy. Igen. Még mennyiség minden egyes termékre, hát lesz egy-egy oszlopon tulajdonképpen, és akkor azok a termékek érdekel, ahol nem egyeznek a megszámolt mennyiségek.
Excel-le kapásból nem tudok rá választ adni. Ugye van egy másik programkomponens is, az Axis. Az a kapásból az ember csinálni. Excel-le. A két laptoppára indul a két alkalmazó, megcsinálja a lehet. Világos, értem. Tehát van két oszlop, egyik oszlopba egyik alkalmazott írja, hogy mennyi van másik oszlopban. Másik, ez egyébként elég életszerű adat, ugye, mert valószínűleg ezt gyakorlatban is csináljátok, és azokat kell megnézni. Legyen biztos, hogy jól raktál. Világos. Hát még így sem biztos, nagy valósággal, igen. Igen. Hát én eleve már úgy gondolom, hogy az egy táblában ez a kettő, tehát az világos. És akkor a feltétel, hogy nem egyenlő. Mi nem egyenlő? Igen, csak az egész táblát nézi, és nem a rekordot. És itt most rekordonként vizsgálni a dolgot. Ezt utána kell nézni. Valamilyen módszerre biztos, hogy megoldható. A kérdéseitek, te is kérdés. Párod kérdés azért jó, mert életszerű kérdés, és ami nektek kérdés, az nyilván másoknak is kérdés lesz, mert önnek meg volt olyan kérdése, hogy keresjük azt, hogy itt meg van, de ott nincs meg. Című dolog, ugye meg két adott bázist, két táblákkal összehasonlítani, hogy melyik van meg, ami nincs, azzal van gubanc. Mert úgy mentek végig mondjuk, hogy írta, hogy mi van, meg miből mennyi, és akkor én ezt láttam, ő meg nem találta. Jó, következő alkalomra. Jó? Jó. Akkor ennyit ugye ezekkel a irányított szűrésekkel kapcsolatosan, mert a többi az már csak ennek a ragozása lenne. Azért minden előjön. És kapcsolat, vagy kapcsolat. Egy mezőre is kapcsolat, ugye ez akkor érdekes, mikor vagy ez azért érdekes, mert kell a mezőnevet szerepeltetni, és az azért egy kicsikét olyan furcsa első blikre legalábbis. Töröljük a szűrőt. Jó, és a kritérium tartványt is töröljük, mert most már nem kell. Következő dolog az, amit megnézünk, hogy tudunk összesítéseket készíteni. Tehát nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy Alfa Romeo-ból hány darabot adtak el. Tehát meg kéne számolni, hogy hány tétel van a... Bocsánat. Nem az Alfa Romeo-ra vagyunk, mindenre kíváncsiak. Hogy Alfa Romeo-ból hányat, Audi-ból hányat, márkánként hányat adtak el. Oké? Erre vagyunk kíváncsiak. Ezt a részösszegek nevű szolgáltatásával fogjuk tudni megcsinálni majd az Excel-nek. Azt. Meg is értem.
meg lehet, csak kicsit sziszifusz. Ez összegek, az majd fogja tudni, hogy egy szempont szerint csoportosítjuk az adatot, és összesítjük őket. Valamilyen összesítő függvénnyel. Ez az összesítő függvény, ez lehet a szumma, tehát az összeg, lehet az átlag, lehet a darab. Tehát különböző statisztikai függvények, közgazdász van itt közöttünk, aki közgazdi. Mondjuk, én nem közgazdász, de hát szerintem minden egyetemen füskán tanítanak statikát. Vagy valami hasonló tantárgyat, csak rabban, meg szórás, meg variancia, meg vart, meg neked is lehet, de meg ne kérdezzétek, hogy ezek még 30 évvel ezelőtt tanultam is mikről, de statisztikusnak ugye ezek nagyon fontos adatok, mert sok mindenfajta következtetést lehet leszűrni. És hát ez tudja ezt is. Nézzük, hogy kell dolgozni. Az első az lesz, hogy ami szerint te összesen akarsz, arra az oszlopra először sorba kell rendezni. Most ugye az volt adat, hogy egyes márkákból hány darabot adtak el, tehát márkán nézve legyen sor rendezve, úgy van. Azon belül van más adós kulcs is, de az a lényeg, hogy az elsődleges kulcs az a márka. És miután ezt megcsináljuk, ez nagyon fontos. Először előkészítésként van nézve rendezni kell, utána kell bent kell állni az adatokban, utána rá kell kattintani a részösszeg gombra itt. Meg. Rákattintunk. Fölismeri az adatokat, hogy ezek az adatok, ugye elmegy baldig, amíg talál adatot, elmegy lefelé, amíg talál adatot, és kész. Kiválasztja a csoportosítási alapot, a márkát, ami most stimmel, mert azt szerint akarjuk, és melyik függvénnyel? Hát a bal. Hogy jelöltet ki az egészet? Már. Benn láttam ő maga előtt. És utána meg kell adni, hogy mit összegezzem. Hát ez most a régiót összegzi. Maradjunk abban, hogy amikor te a darabot választod, akkor célszerű az szerint. Tehát azt célszerű számolni, ami a csoportosítási szempont. Tehát a akár számoljuk. És nyomjunk egy okét, és akkor történt egy valami. Az a valami történt, hogy itt elé berakott ilyen 2-3 felirat tartalmazó plusz oszlopot. Ha te most rákattintasz a kettesre ott kint, akkor már látod azt, mire kíváncsiak vagyunk. Tehát, hogy Alfa Romeo-ból volt 29, Audi-ból 311, stb.
Oké? Amelyiknek a tételeire, beltartalmára kíváncsi vagy, annak a plusz jelét, ha megnyomod, az egy részleteiben is. Tehát, hogyha most itt az Alfa Róma előtti pluszra kattintasz, akkor látni tételesen azt a 29 darab Alfa Rómeót, ami van. Gyanús nekem, hogy csak 29 van. De tényleg olyan sem. Oké? Ez a mínusszal újra visszacsukod. Oké? Na akkor írjuk le, amit csináltunk. Először is definiáltuk, hogy mit használni. És hogyan? Egészítésként. Rendezz az adatokat arra a mezőre nézve, ami szerint ösíteni akarunk. Ez már fontos, ezt elhagyod, akkor baromságok fognak ki. Meg úgy csinálja, hogy nézi, hogy ilyen márka, igen, ez még az, ez már más, akkor itt összesítem ideig. Jön még egyszer ugyanaz később, és akkor ez is lesz össze. Értjük? És miután ezt megcsináltuk, utána álljunk az adatokba, tollam már felrázott az adatokba, majd ott kell lenni az adatok menüszalagon, az a nem adatok, ugye? Igen. És azon belül a részösszegek, fogom részösszeg, erre kattintsunk rá, és hát itt ugye három paramétert kell megadni, a csoportosítás, a szempont volt a legfelső, nem látjátok, mert is újra elindítjuk, és akkor bejön. Csoportosítási alatt az első. Erre nézve kellett elrendezni. Tehát nem azt mondom, hogy amire rendeztük, hanem azért kellett rendezni, mert erre nézve akartuk csoportosítani, oké? Tehát nem az... Tehát egy, hogy melyik az ok és melyik az okozat. Tehát nem azért most ezt kiválasztani, mert arra nézve rendeztük, hanem azért lehet rendezni, mert erre nézve akartam csoportítani. Jó? Aztán van egy olyan, hogy fény, függvény, a neve? Melyik függvény? Melyik függvény? Na most ezt egy pillanatra legyen, jó, melyik függvényt, és akkor itt fogjuk látni a statisztikai függvényeket, ugye? Tehát átlag, maximum, minimum, szorzat, darabszám, szás, azt nem tudom micsoda, varp, ezek vannak. Én ezt marha régen tanultam, mindjárt mondtam, tanultam 82-ben, nem mostanában volt. Úgyhogy ebből én már semmire nem emlékszem, hogy mik voltak ezek a dolgok.
Pedig emlékeim szerint 4-es kap belőle, de nagyon régen. Jó, és van még végül is az, hogy oszlopot. Jó, tehát melyik oszlop? És két. Több oszlopot is tudsz. Több oszlopot is, de csoportosítani csak egyet. Tehát ki tudod számítani az átlagát ennek, meg amannak, vagy ki tudod keresni a maximumot ebből, abból, vagy amabból. Tehát nem, hogy az átlagát, meg annak a maximumát ilyennek. Átlagát ennek is, meg ennek. Maximumát ennek is, meg ennek is. Ez megy. Oké? Egy csoportosítási alap van, és egy van. Jó, most megcsináljuk. Jó, tehát itt tartunk. Ez az 1-es, 2-es, 3-as, ez mire jó? Az arra, hogy mindent lássál újra. 2-es az, hogy lásd a részösszeget. Az 1-es pedig az, hogy lásd a végösszeget. Tehát a teljes mennyiséget. Vagy a teljesnek a átlagát, vagy a teljesnek az összegét. Oké? A plusszal újra lásd mindent. Azon belül. Kérdés, hogy hogy tudom újra kiszedni belőle ezeket. Úgy tudod kiszedni, benn állsz az adatok között, ez fontos, mert nem így kint állsz, mert így nem fogod tudni. Benn állsz, újra rákattintasz, hogy részösszegek, és van egy olyan mogom, hogy az összes eltávolása. Azt megnyomod, akkor kibányáztad belőle az akar. Az üres oszlop megmaradt. Nem tudom, mi maradt ott egy üres oszlop, neked is maradt? Igen. Hát akkor törőjük. Nekem? Én? Szerintem azért maradt, mert itt kívül voltam és nyitottam egyet, vagy ha nem azért, akkor nem tudom miért maradt. Semmi gond, mert ezt ki tudjuk törölni. Úgy tudod csinálni, hogy kijelölöd. Ugyanott elindítod a helyi menüt és választod a törlést, és akkor kitöröl. Ugye oszlopot úgy jelöl ki, hogy az oszlop koordinátát kattintasz balból, ugyanod a jobb gombbal, és a törlés oszlopot választ a helyi menüből. Így tudtad kitörölni. Jó? Jó, ezt írjuk le, hogy hogy tudjuk kibányászni. Pontosabban egészítsük ki ezt a valamit az, összes eltávolítása. És ez ugye a rész össze kivétele a táblából funkcióval ír. Jó? Tehát ezt kell ahhoz megnyomni, hogy kiadjuk a részösszeget. Részösszegeket a táblából. Nézzünk még meg egy másik összesítést is. Most régiónként autók összesített árára vagyunk kíváncsiak. Tehát régiónkénti autók összesített árára. Mivel kell kezdeni a dolgot? Bele a régióba és sorba rendezni régiónézve, ugye? Mert elkészítés az mindig az, hogy arra az oszlopra nézve, arra nézve rendezni kell az adatokat, ami szerint utasítva összesíteni akarom. Tehát először beleállok ide a régióba, rendezni. Itt is van rendezés, ugye a adatoknál is van, de a kezdőlapon is volt. Tehát itt a kezdőlapon is van rendezés, az adatoknál is van rendezés. Tehát ez teljes. Hát, hogy ázi vagy ziá, tök mindegy. Rendezzük. Teljesen mindegy. És miután rendez, utána rákattintunk a részre. Elsőként ki kell választani egy csoportosítási alapot. Most jó? Nem. Nem. Át kell állítani, mire? Régióra.
régió. Melyik függvénye? Darab? Nem, hanem összeg. És mi? Régió? Nem. Eladási ára. És ha nyomok egy okét, akkor nem összesítette régiónként. Ha a kettesre nyitok, akkor már látom is. Most ezek olyan akkora számok, hogy ezt ki nem lehet olvasni. Nyilván a számformátumot meg kéne, hogy ezres csoportosítás, és akkor már kiolvasom. Jó? Oké. Van kis esetleg ezzel? Kapcsolatosan? Érthető. Itt, ebben a pillanatban. Aztán, hogy most reprogálni fel tudod, de az más kérdés. De most itt, ebben a pillanatban érthető, ugye? Jó. Mi a probléma ezzel? Az, hogy egy szempont szerint nincs csak összesít. Hát azt nem tudom megkérni tőle, hogy régiónként és márkánként mennyi volt az es. Hány darab és összesen mennyi? Tudok is, csak más szolgáltatással. Ezt a kimutatásokkal lehet megcsinálni. A hátralévő időben még a kimutatásokat elkezdjük, aztán ezt majd fél óra van hátra, biztos, hogy a végére érünk, bár szerintem a végére érünk, de a kimutatásokkal még egyszer fogok foglalkozni a következő alkalommal, mert a legszuperebb szolgáltatása az Excelnek a kimutatások. Az annyira szuper, hogy az valami félelmetes. Jó, szedjük ki belőle a részösszegeket. Jó, tehát... Ez se eltávolítása. Most nem maradt tőle. Belül maradt, most nem. Mit tudom, én nem tudom miért a közelebb. Jó, tehát a részösszegeknek az a gyontja, az a megszorítás, olyan szempontból nem tud bennünket kiszolgálni, hogy csak egy szempont szerint csoportosítható. Márpedig olyan is lenni, hogy több szempont szerint akarok csoportosítani. Tehát mondjuk beszállítóként és termékcsoportonként szeretnék mondjuk mennyiséget látni. Most ezt neked mondom példaként, nem tudom, van-e ilyesmi. Elkezdve valószínűleg van. Vagy, bár már nem ott vagy, de mondjuk lakóhelyenként és iskolai végzettségen hány munkanélküli van. Tehát még ott van. Ott van? Ott. Olyasmi. Oké. Tehát két szempont, vagy három is lehet esetleg. És ezzel nem tud megállni. Csak kimutatása. Vagy, nem tudom, rajtam kívül van a tanár társaságban, osztályonként és tantárgyanként mi akar egy iskolába. Ugye ez már is két szempont szerint összesítés. Ott vagyunk adatokban, tehát benn állok az adatok alapul, és első lépésben elmegyek a beszúrás menü szalagra, és annak a bal szélén ott van az, hogy kimutatás, rákattintok. Igazándiból nincs dolgom, mert fölmeri az, hogy mi az a adatmennyiségből én kimutatást akarok csinálni. És általában új munkalapot rakni, úgyhogy ez így jó, csak nyomj egy okét.
Tehát első lépés, álljunk az adatokba. Utána beszúrás menüszallagra, és belül van egy kimutatás ikonrákra kintani, és csak egy oké van. Ezt kap. Jobb oldal megjelent egy segédablak, ki lehet kapcsolni, és ha kikapcsolom, akkor vissza lehet kapcsolni, csak most ne kapcsoljuk ki, mert nem tudom biztosan, hogy vissza tud kapcsolni, mert valahol valamelyikkel vissza kapcsolni. Csak tudom melyikkel. Itt szerelnek a mezőlevek, és nekünk ide, erre a területre az egyes mezőleket oda kell húzni, de a megfelelő helyen. Ugye van oszlopfejléc, van sorfejléc, illetve itt felül, hát a régebbi verzióban ezt lapfejlécnek hívták, itt meg szűrőmezőnek hívják, hogy miért tömező, arra majd rátérünk. Maradjunk annyiba, hogy hátéve szempont szerint is tudok én csoportolni. Milyen jelentés szűrőmező, legfelelően az, ami ezt mondom. Jó, tehát ide, meg ide, erre a három helyre húzzak majd oda azt a három zőt, ami szerint csoportosítani. De úgy, hogy amiből a legtöbb érték fordul, azt húzzad ide, oldalra. Amiből pedig nem mindegyikre vagy esetleg kíváncsi, hanem csak bizonyos értékre, azt meg ide húzzad. Szűrő. Nem mindegyikre vagy mindig kíváncsi. Ki vehetsz bele értékeket. Jó? Tehát ennek az lesz a következménye, hogy tudni, hogy ide azt húzod, amit számít, amiből számítani akarsz, jó? Tehát ezzel számolunk. Ez is csoportosítási szempont. Jó? Tehát ez a 1-es, meg a 3-as csoportosítási szempont. De a hármas legyen az, amiből a legféle érik fordul. Az egyes pedig az legyen, amiből néha nem mindegyikre vagy kíváncsi. Tehát amire szűrni akarunk néha. Ezek figyelembevételével, ugye azt mondtam, hogy régiónként és megyénként vagyunk kíváncsiak, és legyen egy harmadik, és mondjuk honta is. Jó. Mindig minden hónapra kíváncsi vagyok, minden márkára kíváncsi vagyok, néha egyes régió nem, csak erre a régióra, csak arra, csak ezekre,
Oké? Márkából van vagy 20 fél, hónapból van 12, akkor hova fogom húzni a hónapot és hova a márkát? Ide fogom húzni a márkát, mert abból van a legtöbb. Ide húzom a hónapot, mert abból nincs annyi, mint a márkából. És ide húzom a régiót, mert nem mindig vagyok minden régióra kíváncsi. Oké? Ezért húzom ide-oda-amoda. Tehát megfogom a régiót, és azt ide fölre ide húzom. Ide. Megfogom a márkát, azt ide húzom oldalra. Ide. És a terengedet. Utána megfogom a hónapot, és azt ide húzom a terengedet. Még lebonyolítani a dolgot, mert a márkán belül ott van a típus is, és én mondjuk arra is kíváncsi vagyok, hogy a márkákon belül az egyes típusokból mennyit, úgyhogy fogjuk a típust, és azt is húzzuk ide, de ide a jobb szélére, és ne a bal, a jobb szélére. Húzhatnád a bal szélére, nem jó, a jobb szélére. Akkor így a márkán berakja a típust. Oké? Okay? És mindjárt összesítél, egy olyan erejt kapsz, amivel kétig el lettél volna, ha neked kellett volna kiszámolni. Jó, és most fogjuk az eladást, és azt ide behúzzuk. És kész. Itt van, hogy melyikből hány darab meg hónapban. Ez most a darab egyelőre. De én mondtam, hogy a darabra is kíváncsi vagy, meg az összegre is kíváncsi vagy. Már egyébként ez is azért, hát egy pár óráig el lettél volna szerintem. Félelmetes. Ez félelmetes. Iszonyú. Ez iszonyú. Illetve nem iszonyú, csodálatos. Hogy az iszonyú, ami negatív, ami jó, az csodálatos. És még szűrt tudsz benne, csoportosítani is tudsz, meg részcsoportok. Tehát még nem vagyunk ám kész, ez nem a teljes tudása. Na most mi bennünk nem csak az érdekel, hogy hány darabot adtak el, onnan tudjuk, hogy ez most darab, mert itt ugye itt van a jelentésszűrő, tehát itt a régió. Itt van az oszlop címke, az a... Itt van a sor címke, a márka és a típus, ugye? És itt a számot, az pedig mennyiség, most pillanatnyilag, de bennünket esetleg nem a mennyiség érdekel, ezért nyom meg, az értékmező beállítást választ, és most ott van, hogy ez a darab függvény. De minket a darab érdekel, hanem az összeg. Úgyhogy válasszuk ki az összeget. Előtte van. Köszi. Összeg, igen. Jó. De várjál. Még ne okézd le. Nyom meg a számformátumot, és választ ki bennünket, pénz nem fog érdekelni, mégpedig a forint, de tizedes jól. Jó, tizedes egy száma nulla, pénz nem forint. És fokézd le, és még egyszer. És akkor így. Ott volt. Itt. Számformátum. Pénz nem. Oké? Okay. Összejött? Na most látjuk az eladást, melyik hova, melyikből összesen megadtak el, de most meg nem látjuk a darabot. Marha egyszerű, annyit kell csinálni, hogy az eladási árat, vagy bármelyik mezőt, mint azt ide húzzuk még egyszer. És akkor most már ott van oda. Hát az eladási árat, vagy bármelyiket, mindenket oda húzzuk.
legyen az eladás. A darab számításnál, hát nem teljesen mindegy, de majdnem mindegy. És most látod a darab is, meg az árat is. Sajnos a darabot nem lát mögötte, hogy darab, de semmi gond, mindjárt darabot csinálunk belőle. Ugye itt van, hogy öreg eladás, mennyiség, erre a mennyiség hatincs rá, értékmező beállítás, számformátum. Eddig megvan? Tehát még egyszer, itt azt választottuk, hogy mennyiség, értékmező, számformátum. Bal oldalon egyéni, itt ebben a kupacban ez. Ez az a három keresztül. Igen, ugye ez az alapfokú tanfolyamon az egyéni számformátum, ez ott tanány volt. És most ide a formátum kódba mögé kattintasz, írsz egy idézőjel, egy szóközt, DB, darab, idézőjel bezárva, oké, még egy oké, és akkor most már ott van mögött a darab. Jó, és ez most itt nem kell, most már kikapcsoltam. És akkor itt van egy irgalmatlan méretű házat, amiben márkaként és isonként, regionként és mondta, összesítve van az ár és az alapmennyiség. Ez már két napos munka lett volna legalább. Lett volna benne hiba, ebben meg nincs. Azt szeretném mondani, hogy a legutolsó megoldást, azt múltkor a PC, vagyis egészen csak a PC súlyon alapján nem tudtam meg. Nem megtudtam sem. Fölrakom majd csak. Szóval kicsit a fölöttnél összecsapnak a hullámot. Halka mondom még a múltai, hogy még nem dolgoztam meg, nem, még nem adtam le. Tudod megadni, és még nem adtam le. De nem én vagyok ez a gyúr, így a tantestületnek. Más is, mert annyi szart bocsináltatnak most az emberrel, hogy félelmetes. Tehát erről beszéltünk, nem? Tehát ott egy 8, az is kevés, még itt haza, amit... Elme volt, szerintem elme volt. Jó, oké. Most, akkor most nézzük meg, hogy mitől szűrő az, ami ott tőle van a, ez a régió. Ugye, mert most mindegyik régiót látod, de ha lenyitod, akkor választhatsz, hogy régiókat akarod látni. Tehát pipálod ezt, hogy többen kijelölése, aztán oda rakod fel a pipát, amelyiket látnod. Tehát mondjuk, látni akarjuk Északföldet, meg Észak-Magyarországot. Észak-Alföld. Észak-Magyarország. Kész. Oké. És akkor mostantól kezdve csak Észak-Alföld, Észak-Magyarország van benne. Ebből összesít. De mi vagyunk vele készen, mert ez még ennél olyabbat is tud. Még mindig nem vagyunk a csúcson. Ez jó mondat. Mindjárt kiragyom magam, aztán tud beszélni. Tehát az is el tudjuk. Azt is meg kell csináltatni, ezt mindig úgy szoktam mondani, hogy az emberi, hogy mondjam, ebbeneknél vannak olyan főnökei, annál szemhetebb, és oda neki, aha, jó, és akkor most negyed évent összesítve ér. Ugye? És ne ráborít az íróasztalt, hanem kijössz a vie azt hisz, hogy nem tudom én megcsinálni, 5 perc múlva vihetnéd vissza a kész eredmény, de azt mondod neki, hogy 2 napot kérek. És akkor 2 napig nem csinál semmit, mert 5 perc alatt meg tudod csinálni. Hogyan? Mutatom. Úgy tudod 5 perc alatt
összesíteni negyed évente, hogy ki az első hónapot, meg az első negyed év, ugye? És utána itt van ilyen, hogy kijelöltek csoportosítása, látod? Erre rákattintasz. Kijelöltek csoportosítása. Oké? Okay? És lett egy csoport egy, odaírod, mert az az aktív cell első negyedé. Ugyanezt megcsinálod a 4-5. 6. hónappal, a 7-8. 9-kel, és 10-11-12-kel is. Tehát kijelölöd, most, hogy itt ezt jelölt ki, vagy a fölte lévő tök mindegy. Teljesen mindegy, kijelölöd, csoportosítás, beírod, hogy második negyed év. Szépen arrébb mész. 9-et is kijelölöd, csoportosítod. Harmadik negyed év. És a 10-11-12-t is kijelölöd, csoportosítod. Negyedik negyed év. Oké? Okay. Most csoportosítva van, de még látjuk a beltartalmát. Itt a csoport néven, igaz? Ez ismerős, már az előbb is volt ilyen plusz meg mínusz jelek. Ha most erre a mindenre kattintasz, akkor eltűnik az első, második, harmadik hónap külön-külön, csak a negyed évet egy bogod látni. Hát kattintsen... Jó, rögtön megyek. Jó, szépen zárd be mindegyiket, csak negyedéves értékek legyenek, és készen vagyunk azzal, amire kértünk két napot. Na ez már megvan. De nem, mert már odaírja a hát nevét. Ott vagy, kezd a nevét írni, most. Hát most, hogy fogja a nevét. Nem kell törölni, csak ott. Oké. Okay. És akkor beviszed, és főnök azt mondja, aha, de akkor országonkénti összes is kell. Tehát külön kérem az olasz autók, külön kérem a japán autókat, semmi. Nézzük meg, hogy külön az olasz, meg a japán autókat. Az is. Ezt a mínuszjelet nyomjuk meg, meg az összes többnél is, mert hogy ne kelljen annyit dolgozgatni most. A típusokat tüntessük el, csak márkák legyenek, jó? Tehát márkák legyenek. Oké? Okay. Hát csak már vannak, és akkor most kijelöljük először azokat, amelyek egy csoportba kell legyenek. Az előbb egyszerű volt a kijelölés, mert egymás mellett voltak. Most itt van, meg itt van, meg ez a törös kijelölés, ez úgy tűnik, hogy az elsőre rákattintok, másodikra, harmadikra pont a másokra. Tehát mondjuk megnyomom, kiválasztom azt Alfa Romeo, rákattintok rá, hogy Alfa Romeo, és utána a kontrollások közben, hát olasz még ugye a... Van még olasz? Szerintem ugye? Alfa Romeo meg Fiat az olasz. Jó, utána szépen rákattintok arra, hogy kijelöltek csoportosítása. Az első csoporthoz odaírom, hogy olasz. Csak a első csoportnál, olasz. Jó?
fajta. Hol van a kijelöltök csoportos struktúrás? A milyen? Itt. Itt. Jaj. Jó. A franciákat is szedjük össze, Citroën. Várj, ez itt nem ilyen. Nekem is tudsz segíteni. Nekem is. Hát az adatoknál. Ha ez. Nem tudom. Mit? Más? Nem, akkor most a beállítások vagy a tervezés. Te visszamentél valószínűleg a kezdőlapra, nem kell lenni, hanem a kimutatás eszközök azon beállítások. Kijelölted és megnyomod a kijelölt csoportosítását. Először csukjuk be, hogy így nagyon bonyolult lesz. Szépen mondjuk a csukjuk. Jó, ezzel így eltudod majd. És akkor kiad az alfát, és a kontrollálások az alfát. Az alfáról, mert ott van az alfát. És akkor lesz az olasz. Jó, és akkor a francia is csoportosítjuk. Citroën. Peugeot. Nissan. Renault. Nem, az nem. Szerintem. Jó, tehát ez a három lesz a francia. Aztán a japánokat, a Honda. Nissan, Subaru, Suzuki, Totoya. Japánok. Akkor... A Ford. Opel. Volkswagen. Ezek a németek. Illetve a maradék kettő meg az év jó. Természetesen ugye is nyomhatsz egy mínusz jelet, és akkor a németeket, olaszokat, franciákat látod már. A feldolgozott adatokból egy újabb feldolgozást csináltál. Oké? Tehát is nyomtam mínusz jelet. Most már egy olyan összesítésünk van, ami azért, hát szerintem egy hétig legalább ennél a szétszentség. Hogy egy ilyen összesítést csinálj. És akkor még mindig nem biztos, és mennyi idő alatt végig, fél óra se. Mindig azt mondani, hogy akik ilyen, hogy fejezzem, sértő legyen, tehát ilyen munkakörben irodakukaként adatokat kell bányászni, mert valamilyen többség állandóan értő jelentést, hogy ez most mennyi, az most... Ezt nem tudja, akkor beleőrül. Ha ezt tudja, akkor pikpak meg tudja ezt csinálni. Nyilván ahhoz az adatokat úgy kell letenni, hogy föl lehessen dolgozni. Oké? Okay. Ide tudsz jönni? Ez valami ilyen. Amennyi jön, ez olyan, ami nem tudom elmény. Ezt képte a kívül. Jó? Bárbe? Azt kívül. Igen, és itt valamit elkezdődik. Igen, igen. De az már megvan. Hát én... Azért tudok elkezdődik. Ez a négy. De a franciák azt
Hát többi japánt is akkor egy csoportba vonod és akkor úgy. Jó, na, ezt még egyszer megcsináljuk. Szóval önállóan ezt hétszentség nem tud meg. Azt tuti. Viszont szerintem is úgy látjátok, hogy ez egy baromi jó dolog. Ez a legszuperebb része az egésznek. Úgyhogy ezzel majd még egyszer fogunk foglalkozni. Ilyenkor szoktam elmesélni, látom a felvételt.